Ez egy ilyen közös kampány, rengeteg civil szervezet van benne. Gyakorlatilag egy ilyen átfogó fellépés, amelynek az lenne a célja, hogy december 15-én az országgyűlés ne fogadja el azt a jogszabálymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy az iskolák szegregáltan ott oktassák a roma gyerekeket. Én integrált osztályban tanultam, és láttam azt, hogy mennyivel nehezebb volt azoknak a barátaimnak, akik szegregált osztályból próbáltak tovább tanulni. Teljesen átlagos, hétköznapi általános iskolába jártam a Monyba. Teljesen integrált iskola voltam nekik. Mint aki ilyen nagyon bízik magában. Én is integrált osztályban tanultam. Én nagyon sokáig nem is voltam tisztában ennek a fogalomnak a valóságos jelentésével. Hosszú távon azoknak a gyerekeknek sem lesz jó, akik mentesülnek attól, hogy problémás osztálytársaik legyenek. A roma sajtóközponttól elkezdve a TASZ, a Helsinki, a Roma Verzitász, a Polgáralapítvány, tehát számos civil szervezet bekapcsolódott ebbe. Tehát, hogy sokan vagyunk, és nagyon hangosak szeretnénk lenni, hogy hát, ha sikerül megakadályozni ennek a jogszabálynak az elfogadását. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz, mert ritkán készül róla normális kép. Nem mindig gondolom azt, hogy a kampányok meg tudják győzni a társadalmat arról, hogy milyen irányba kell pontosan menni. De ennyivel tartozom magamnak is, meg mindenki másnak, hogy elmondjam azt, hogy mit gondolok erről a kérdésről.